Szerbiából miért nem jönnek papír, WC papír és törlők meg egyebek? Hát azért nem jönnek, mert Magyarország legnagyobb beszállítója a Szerbia, és ott nincs maszk. Viszont a tanulékony emberek mit csinálnak? Fognak egy darab kéztörlőt, meghajlítják, meg itt is meghajlítják, majd utána ezt a kéztörlőt így összehajtják. Ez már a hivatalos maszknál kétszer erősebb, mert 6 réteg és nem 3. És ugyanúgy papír, mint a másik. Most már csak két dolgot kell csinálni, hogy keresünk egy befőttes gumit, amit belefűzünk mind a két oldalról, majd ráhajlítunk egy fület, és ez a fül alá berakjuk a gumit. Ugyanezt megcsináljuk a másik oldalról, ugyanígy visszahúzzuk a befőttes gumit, majd megfogjuk és a maszkot a szánk elé rakjuk, ez 3 forintban van, és nem 1000.